Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora. 2022. szeptember 20-a kedvan, amikor a mostani adást rögzítem, 19 óra 42 perc. Mindenkit arra kérek, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, hiszen akkor folyamatosan értesülnek az újabb és újabb videóinkról, illetve köszönettel fogadjuk támogatásaikat is a képernyőn látható bankszámlaszámon keresztül, és a leírásban is megtalálják ugyanezt. Arra kérjük azokat, akik támogatnak minket, hogy regisztráljanak a videónk leírásában található űrlapon keresztül, hiszen a regisztrált támogatóinknak virtuális ajándékokkal, többek között a közönség találkozóink vágatlan felvételeivel kedveskedünk. És újra indult egy szolgáltatásunk, ez pedig könyvrendelési lehetőség. Immáron Nógrádi György dedikált könyvein túl van lehetőség többek között Bogár László és Borvendég Zsuzsanna könyveinek megvásárlására is, méghozzá kedvezményes áron, erről is találnak információkat a leírásban. És akkor jöjjenek a hírek, mert hogy izgalmas események történtek ma is. Vlagyimir Putyin nagyszabású akcióra készül, és a terve kiszivárogott elvileg a Bild nevű német sajtóorgánumnak. Vlagyimir Putyin egyébként ma este beszédet is fog mondani, mi is követjük itt az eseményeket, és ha van fontos vagy rendkívüli bejelentés, akkor természetesen beszámolunk majd arról. De állítólag Moszkva népszavazást tartana szeptember 23-a és 27-e között a Luhanszki és a Donyecki népköztársaságban, valamint Herszon megyében, amivel Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az a célja, hogy a megszállt régiókat Oroszországhoz csatolja. Az MTI azt írja a Bild.de értesülése alapján, hogy a Luhanszki és a Donyecki népköztársaság társadalmi kamarája tegnap, azaz hétfőn kezdeményezték a referendum kiírását, méghozzá a saját regionális vezetőjüknél. Kedden hasonló kezdeményezést tettek a dél-ukrajnai Herszon megyében is, és ugyanezen a napon a zaporizsiai Együtt vagyunk Oroszországgal mozgalom egy melitopoli lakossági fórumon ugyanilyen kéréssel fordult Zaporizsia megye orosz ellenőrzés alatt álló részének vezetőjéhez. A Bild úgy véli, hogy Oroszország ezzel Kelet-Ukrajna gyors annektálását tervezheti. Kiemelték, hogy Margaret Simonia, orosz propagandista, már szeptember 19-én azonnali népszavazást szorgalmazott a megszállt területeken az elcsatolt Krím félsziget forgatókönyve alapján. Miért érdekes mindez? Egyrészt, mert az orosz katonai doktrína szerint, hogyha egy Oroszországhoz tartozó területet ér támadás, értsd ukrán ellentámadás, akkor Oroszország a végsőkig elmehet, akár az atomfegyvert is bevetheti. Ez például a Krímre jelenleg is igaz. Nyilván az ukrán ellentámadás azért Oroszországot is válaszlépésre késztette. Ott ugye látjuk azt, hogy Luhansk megyében el is foglaltak, vagy vissza is foglaltak az ukránok oroszok által megszállt területeket. Úgyhogy felmerül a kérdés, hogy ha ez valóban megtörténik, és például ugye Herszon megyében azért voltak sikeres ukrán ellentámadások, az jogi szempontból milyen dolgokat eredményezhet. A holnapi nap folyamán egyébként majd szakértőinkkel fogjuk részletesen is átbeszélni ezt a kérdést, mert szerintem ez megint egy ilyen jogászkodás, egy kicsit orosz jogászkodás, aminek azonban számos katonai aspektusa is van. Ugye azért is érdekes mindez, mert amikor február 24-én Oroszország meghirdette a különleges katonai hadműveletet, az szintén egy ilyen jogászkodással kezdődött. Bizonyára emlékeznek a hallgatók arra, hogy először a bizonyos politikai erők kérték Putyint, hogy ismerje el a két megyének a függetlenségét, és akkor sokan azt mondták, hogy ez úgysem fog megtörténni, aztán Putyin ezt váratlanul meglépte ezt a lépést, másnap pedig gyakorlatilag bevonultak, vagy egy-két nappal később bevonultak az oroszok Ukrajna területére. Egyébként ma Vlagyimir Putyin a Kremlben szólalt fel 24 új külföldi nagykövet megbízó levél átadási szertartásán, és azt mondta, hogy nem térünk le szuverén irányvonalunkról, az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagjaként továbbra is előkívánjuk mozdítani az egységes nemzetközi napirendet, hozzá kívánunk járulni a korunk számos kihívására és fenyegetésére adandó hatékony válaszok megtalálásához, és segíteni kívánjuk a kiélezett regionális konfliktus megoldását. Ezt mondta az orosz államfő, és hangsúlyozta, hogy Oroszország az ENSZ közgyűlésének 77. ülésszakán is ezt az álláspontot képviseli majd. Putyin a demokratikusabb és igazságosabb multipolaritás felé való elmozdulást nevezte a nemzetközi politikai
külpolitika fő vektorának. Ennek megerősítőjeként a Shanghai Együttműködési Szervezet szamárkandi csúcs találkozóját nevezte meg. Szerinte ez a szerveződés azokat az országokat tömöríti, amelyek meg vannak győződve arról, hogy a modern világnak policentrikusnak kell lennie, és a nemzetközi jog általánosan elismert normáin, az egyenlő oszthatatlan biztonság elvein, a kölcsönös tiszteletre épülő együttműködésen kell alapulnia. Hozzátette azt is, hogy a többpólusúság irányába történő objektív fejlődés azok ellenállásába ütközik, akik megpróbálták megőrizni hegemon szerepüket a világ ügyeiben, és mindent irányítani akarnak, Latin-Amerikát is, Európát is, Ázsiát is és Afrikát is. Azt kell mondanom, hogy ez a hegemónia elég hosszú ideje tart, de nem maradhat fenn örökké, az lehetetlen, tette hozzá. És pozíciójuk megszilárdítása érdekében illegitim szankciókat vezetnek be, ám azok, akik ezt teszik, láthatják, hogy cselekedeteik negatív következményekkel járnak, saját magukra nézve, így fogalmazott tehát Putyin. Nagyon érdekes arról is beszélni, hogy ugye a hétvégén Üzbegisztánban találkozott Putyin a világ vezetőivel, többek között Kínával, többek között Indiával, kínai vezetővel, indiai vezetővel, ott volt ugye Irán, ott volt ugye Törökország, és ennek kapcsán sokan gondolkodtak azon, hogy most akkor ennek mi lesz a vége, hogy majd megszűnik a háború, vagy hogy éppen, hogy új erőre kap a háború. Ugye Erdogan török elnök azt nyilatkozta, hogy a Putyinnal való beszélgetés az azt erősítette benne, hogy Putyin véget szeretne vetni ennek a háborúnak, most viszont úgy tűnik, hogy újabb fejlemények vannak. És Oroszország mostani, ha valós a hír jogi döntése, az azt eredményezi, hogy továbbra is elszántak, sőt képesek akár a falig elmenni. Egyébként az is egy új hír, erről részben Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértővel ma már beszéltünk, és ajánlom is a figyelmükbe a kedves hallgatóknak a délutáni műsorunkat, ahol beszéltünk arról, hogy a jelek szerint Moszkva elkezdte előkészíteni a terepet az esetleges mozgós, ugyanis ma az állami Duma olyan javaslatot tett, amely a mobilizáció, a mozgósítással és a háborús idő fogalmának a büntető törvénykönyvbe való bevezetéséről szól, amely alapján a tartalékos orosz katonák büntetőjogi felelősséget vállalnak a szerződéses katonákkal és sorkatonákkal egyenlő alapon történő megjelenés elmulasztásáért vagy dezertálásért, és a parancs megtagadásért akár 10 év börtönt is javasolnak. Na most az is érdekes kérdés egyébként, hogy az, hogy a népszavazást kiírják, ami valószínűleg egyébként online formátumban fog megtörténni, és nem is olyan soká, szeptember 23-a és 26-a között, méghozzá Herszon, Zaporizsia, Donyeck és Luhanszk területeken, ez Moszkva gyorsan elkészített terve lehet válaszul a kijevi sikeres ellentámadásokra, ezt Bendozsevszki Anton írja a Facebookon, és ő több potenciális változatot vesz sorra. Az egyik, hogy Oroszország teljes mozgósítást és hadi állapot készít elő, bár Bendozsevszki Anton szerint ennek még mindig kisebb az esélye. A második, hogy Oroszország katonai fenyegetésre hivatkozva hadi állapotot és mozgósítást jelenthet be az Ukrajnával határos területeken, ez lehetséges az orosz alkotmány szerint, vagy valójában gyorsan annektálják az ukrán területeket, ahol a folyamatban lévő háborús konfliktus miatt azonnal megkezdik a mozgósítást. Bendozsevszki Anton szerint egyébként ez a C verzió a legvalószínűbb forgatókönyv most, tehát Oroszország nagy terve az, hogy ukránokat küld ukránok ellen, ezzel a megszállt területek lakosságát a sajátjaik ellen harcra kényszeríti. Egyébként csütörtökön majd Bendozsevszki Anton és Demko Attila fognak vitázni itt az Ultrahang csatornáján egymással. Ilyen sem volt még itt a csatornánk történetében, hogy a két szakértő egymással fog vitatkozni. Demko Attila is írt egyébként a Facebookra, ő azt mondta, hogy minden a nem is közvetett mozgósításra utal, ami a Dumában zajlik. A szerződésesek, a magukat megadók büntetése nem lesz olyan, hogy nem akar valaki harcolni. A referendumok, stb. Minden orosz forrásom azt mondja, komoly az elszánás, hogy addig nem hagyják abba, amíg Ukrajnát a mai formájában szét nem velük. Ennél rosszabb megfogalmazást is hallottam, nem tudom, mire képes a való világban Oroszország katonailag, de sajnos ez a háború a kiterjedés felé
felé halad hihetetlen gyorsasággal. Naív azt gondolni, hogy egy Putyin típusú személyiség, amibe belekezdett győzelemnek nevezhető eredmény nélkül otthagyja, hogy miért kezdett bele. 7 hónappal a háború után sem látok semmilyen olyan érvet, ami ezt indokolná. És ezzel párhuzamosan Putyin újabb nyilatkozatokat tett, többek között szintén egy frissen megjelent hír, és ezt most az Indexről fogom olvasni. Putyin arról beszélt, hogy erősíti kapcsolataikat több dél-amerikai országgal. Moszkva azt tervezi, hogy minden területen, de legfőképp az energiaszektorban és a gyógyszeriparban bővíti az együttműködését Venezuelával a közeljövőben. Ezt mondta Vlagyimir Putyin, amikor a dél-amerikai ország frissen kinevezett nagykövetét fogadta. Az orosz elnök hangsúlyozta, Venezuela fontos stratégiai partnerük, megbízható szövetségesük, és aktív kapcsolatban vannak Nicolás Maduro venezuelai elnökkel. Putyin méltatta Venezuela nemzeti szuverenitásra irányuló törekvéseit, és elítélte a dél-amerikai ország ellen életbe léptetett nemzetközi szankciókat. Az orosz elnök arról is beszélt, hogy Oroszország a régióban Kolumbiát is ígéretes partnernek tekinti. Hozzátette azt is, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának keresztül, az ENSZ biztonsági tanácsán keresztül továbbra is azon fognak dolgozni, hogy fenntartsák a békét Kolumbiában. Vlagyimir Putyin ezen kívül szólt az Uruguayjal ápolt kapcsolataikról is, megjegyezve, hogy idén decemberben lesz 165 éve, hogy felvették a kapcsolatot egymással. Hozzátette, hogy Oroszország szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatait a gazdasági, tudományos, technológiai, kulturális és oktatási együttműködés területein. Aztán ezzel párhuzamosan az orosz elnök ismét hangot adott aggodalmának az örmény-azeri határon kitört harcok miatt, amelyekben már 200 ember vesztette életét. Oroszországot aggasztja a két volt szovjet tagköztársaság, Örményország és Azerbajdzsán között kiújult fegyveres konfliktus, mondta Vlagyimir Putyin a Moscow Times értesülései szerint. Az orosz elnök azt követeli a harcoló felektől, hogy tartsák be a 2020-as 6-7-es háborút lezáró megállapodásban foglalt vállalásokat. Alá akarom húzni, hogy bármilyen konfliktus két olyan ország között, amely közel van hozzánk, komolyan nyugtalanít bennünket, közölte indulatosan Putyin. A Szovjetunió felbomlása óta területi viták vannak az örmények és az azeriek között, amelyek számos fegyveres konfliktust idéztek elő. Legutóbb 2 éve tört ki rövid háború, amelyben az azeri hadsereg visszaszerezte az ország közepén lévő örmények lakta Nagorno-Karabakh enklávék körül korábban örmény kézre került területeket. Végül orosz közvetítéssel megszűntek a harcok. Jelenleg az Örményország és a vitatott hovatartozású terület közötti szárazföldi folyosót orosz katonák biztosítják békefenntartóként. Visszatérve még egy pillanatra Putyin mostani terveihez, azért az is egy figyelembe veendő szempont, hogy ha kiírják a népszavazást a Donbasszi területen, és nyilván ez a népszavazás úgyis majd arra jön ki, hogy Oroszországhoz szeretnének csatlakozni, akkor gyakorlatilag az orosz hadseregnek erre a két megyére kell koncentrálnia, tehát Luhanszk és Donyeck megyékre, a Donbassznak a térségére. És akkor ott tulajdonképpen megérthetjük a háborúnak azt a célját, hogy Putyin ezeket akarja védeni. Tehát azt is mondhatnánk, hogy onnantól ez egy honvédő háború lesz, inkább egyfajta békefenntartást fognak végrehajtani. Szerintem a nukleáris csapásnak a híre az tényleg akár elrettentő is lehet, bár ebben a háborúban ugye nincs sok logika, tehát még bármi megváltozhat, és hát tulajdonképpen elképzelhetőnek tartom azt, hogy erre a területre koncentrálódnak a harcok, és az orosz-ukrán háborúnak a bizonytalansága az megszűnik, és akkor legalább tudjuk, hogy most ez a feladat. Az, hogy ugye korábban azt mondták, hogy ha Ukrajna nem hajlandó tárgyalni, akkor addig megy az orosz hadsereg, amíg nem ülnek le a tárgyalóasztalhoz. Én egyelőre ennek a történetnek nem látom a realitását, és kíváncsi vagyok, hogy ki hogyan fogja majd fogadni ezeket a törekvéseket. Egyébként az ukránok reagáltak is, méghozzá azt mondta Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszter, hogy semmin sem változtat az, hogy Oroszország népszavazásokat készül tartani az általa megszállt ukrán területeken, Ukrajna folytatja azok felszabadítását. A fiktív referendumok semmin nem változtatnak, Oroszország agresszor volt és az is marad, amely jogellenesen foglalja el Ukrajna területének egy részét, írta a miniszter a Twitteren. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának minden joga megvan ahhoz,
ahhoz, hogy felszabadítsa a területeit, és fel is fogja azokat szabadítani, bármit is mondjon Oroszország. Ahogy azt korábban ugye lehetett hallani, Moszkva tervei szerint szeptember 23 és 27-e között tartják meg a népszavazásokat. Egyébként készült egy felmérés az úgynevezett Krími Köztársasági Politikai és Szociológiai Tanulmányok Intézetének felmérése, amely szerint a Donyecki Népköztársaságban a lakosok 94, a Luhanszki Népköztársaságban 93, Zaporizsia megyében 87, Herszon megyében pedig 80% kész arra, hogy az Oroszországhoz való csatlakozásra szavazzon. Az Ukrajnában maradást a válaszadók 1-2%-a, a Luhanszki régióban pedig 0% támogatja a felmérés szerint. A felmérést minden régióban telefonon végezték, mindenhol 1000 fős mintán. Azért el kell mondanom, hogy én ezeket a közvéleménykutatási adatokat is kellő óvatossággal kezelném. Szerintem a valóság ennél sokkal bonyolultabb. És akkor jöjjenek most újabb nemzetközi hírek. A véleménykülönbségek ellenére folytatni kell a párbeszédet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ezt mondta Olaf Scholz német kancellár. Putyin és Scholz szeptember 13-án folytattak beszélgetést telefonon az ukrajnai helyzetről. A hang nem mindig barátságos maradt, annak ellenére, hogy számos kérdésben eltérő, olykor nagyon is eltérő nézeteket vallunk, amelyeket szintén világossá tettünk, többek között jó magam is. Fontosnak tartom, hogy beszélgessünk, de a folyamat része az is, hogy ne legyenek illúzióink, ezt mondta Olaf Scholz a Deutschlandfunknak. Az orosz elnökkel folytatott korábbi megbeszéléseket követően Scholz némi előrelépést állapított meg, de azt mondja, nem látja Moszkva tárgyalási hajlandóságát. Eközben Matteo Salvini jobboldali győzelemre és 5 éves kormányzásra számít. Jobboldali kormánnyal Olaszország komolyabb és stabilabb ország lesz Európában. Matteo Salvini a Liga vezetője szerint, aki 6 pontos választási ígéretet írt alá a nagygyűlésen, amelyet pártja a Pó folyó forrásánál tartott. Matteo Salvini kijelentette, hogy teljes az összhang a Liga és szövetségesei, vagyis a Giorgia Meloni vezette olasz testvérek és a Silvio Berlusconi vezette hajrá Olaszország között. Én, Silvio és Giorgia majdnem mindenben ugyanazt a nézetet képviseljük, a következő 5 évben jól fogunk együtt dolgozni, megígérem, hangoztatta Salvini 1 héttel a szeptember 25-i parlamenti választások előtt. Hozzátette, hogy a jobb oldallal Olaszország komoly, stabil és következetes kormányt tud felmutatni, amellyel Olaszországot nagyobb tisztelet övezi majd külföldön az eddig Rómára jellemző politikai megosztottság helyett. Eközben újabb viszály Oroszország határainál egymásnak estek a tadzsikok és a kirgizek. 71-re emelkedett a kirgiz-tadzsik határon a héten kirobbant fegyveres összecsapás halottjainak száma. A kirgiz egészségügyi minisztérium 36, a tadzsik hatóságok pedig 35 halottat jelentettek. A kirgiz egészségügyi tárca hozzátette, hogy a harcosoknak kirgiz oldalon körülbelül 130 sebesültje is van, és azt is bejelentették, hogy szeptember 19-én országos gyásznapot tartanak az áldozatok emlékére. Ugyancsak a vasárnap a tadzsik kormány azt közölte, hogy a harcoknak 35 tadzsik halottja van. A térségben a héten törtek ki összecsapások a kirgiz és a tadzsik határőrök között, a két fél nehéz fegyverek, köztük harckocsik és aknavetők bevetésével vád egymást. Bár pénteken a két fél tűzszünetben állapodott meg, a harcok nem sokkal később kiújultak. Az ENSZ szóvivője a feszültség csökkentését sürgette hozzátéve, amennyiben a felek kérik, a világszervezet kész közvetíteni a vitás kérdésekben. Az Európai Unió külügyi szolgálata a tűzszünet hatékony végrehajtására szólította fel a két közép-ázsiai országot, kiemelve, hogy az eszkaláció káros hatással van a regionális stabilitásra. Tadzsikisztán és Kirgizisztán közös határa 980 km hosszú, ebből 580 km-nyi szakaszról sikerült eddig a két félnek megállapodnia. A Szovjetunió összeomlását követően addig ugyanis a közös szövetségi államkeret miatt a határoknak inkább jelképes jelentőségük volt. Több tucat határmenti körzet hovatartozása vált vita tárgyává, és emiatt időről időre viszályok és összetűzések törnek ki az ott élők között.
Nancy Pelosi amerikai házelnök Azerbajdzsánt tette felelőssé az Örményországgal kialakult jelenleg kiélezett helyzetért, és biztonsági segítséget ajánlott fel Jerevánnak, amikor vasárnap az örmény fővárosba érkezett. Pelosi azt mondta, hogy útja kiemelkedő jelentőségű az Azerbajdzsán által örmény terület ellen intézett törvénytelen és halálos támadások miatt. Határozottan elítéljük ezeket a támadásokat, ezt az azeriek kezdeményezték, és ezt el kell ismerni, hangsúlyozta. Kedden határmenti összecsapások törtek ki Örményország és Azerbajdzsán között, mindkét fél egymást vádolta az erőszak kirobbantásával. Jereván közölte, hogy 135 katonáját vesztette el a harcokban, Baku pedig 79 katonára tette a halálos áldozatok számát. A két volt szovjet köztársaság továbbra is vitában áll egymással a hegyi Karabakh régió miatt, amelyet az 1990-es évek óta a Jereván által támogatott örmény elők ellenőriznek, de az Azerbajdzsán saját területének részeként tart számon. Azért ezzel kapcsolatban érdemes rámutatni arra, hogy beszédes, hogy mennyi gond van az orosz érdekszférába tartozó országokkal, és hát számomra nagyon érdekes, hogy pont akkor újulnak ki harcok, meg mindenhol zavargás van. Ez is egy kicsit, mintha azt erősítené, hogy Oroszországnak a figyelmét próbálják megosztani. Ugyanakkor érdemes hangsúlyozni, hogy itt azért olyan konfliktusok vannak ezen volt szovjet országok között, amelyek maguktól is kiújulhatnak, de én azt gondolom, hogy hát azért az, hogy mikor és milyen formában és milyen erősen és mennyire gerjesztettek ezek a folyamatok, arra mindenképp érdemes odafigyelni. Biden szerint az amerikai erők megvédik Tajvant a kínai inváziótól. Joe Biden amerikai elnök kijelentette, hogy az amerikai erők megvédik Tajvant egy kínai inváziótól, ami az eddigi legerősebb jele annak, hogy Washington eltávolodott a Szigetországgal szembeni, évtizedek óta tartó stratégiai kétértelműség politikájától. Egy televíziós interjúban arra a kérdésre, hogy az amerikai hadsereg megvédi-e az önigazgatású szigetet, ha Kína megszállná, Biden azt válaszolta, hogy igen, ha példátlan támadásra kerül sor. További pontosításra kérve Biden megerősítette, hogy az amerikai személyzet Tajvan védelmére lépne, ellentétben Ukrajnával, ahol Washington anyagi támogatást és katonai felszerelést adott Oroszország visszaszorítására anélkül, hogy amerikai csapatokat küldött volna. Biden megjegyzései a legutóbbiak, amelyek kétségbe vonják az 1979-es tajvani kapcsolatokról szóló törvényben rögzített, Tajvanra vonatkozó régóta fennálló amerikai politikát, amely kötelezi Washingtont, hogy segítsen Tajpejnek megvédeni magát, de nem ígéri, hogy csapatokat bocsájt rendelkezésre, vagy közvetlenül részt vesz bármilyen konfliktusban. Májusi Japán útja során Biden megerősíteni látszott, hogy erőszakot alkalmazna Tajvan védelmében, ha Kína megtámadná, és a sziget védelmét kötelezettségvállalásként jellemezte. Még sok megfigyelő úgy értékelte Biden megjegyzéseit, hogy azok Tajvannal kapcsolatos stratégiai kétértelműség végét jelzik, a Fehérház tisztviselői többször is hangsúlyozták, hogy az Egyesült Államok politikája változatlan a szigettel szemben. A Fehérház szóvivője szerint az Egyesült Államok politikája nem változott Biden legutóbbi megjegyzései ellenére sem. És ebben az esetben Kína ugye két dolgot tehet, vagy hát hármat is, egyrészt lehet, hogy esze ágában nincs most jelenleg Tajvant egyesíteni Kínával, ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaim. A másik, hogy direkt beleáll a konfliktusba, és akkor az a regionális konfliktus ismét egy amúgy az ukrajnai háborúhoz hasonló proxy háborúvá eszkalálódhat. És a harmadik dolog pedig az, hogy kivár, megvárja, hogy mi történik a félidős választásokon, akár megvárja, hogy mi történik az amerikai elnök választásokon, és akkor annak a végeredményének tudatában hoz döntést. Érdekes azért azt látni, hogy a Tajvan, ugye én is készítettem a tajvani képviseleti iroda magyar vezetőjével, aki elmondta, hogy például rendszeresen hadgyakorlat, tehát folyamatos hadgyakorlat zajlik Tajvanban, hogy az ottani embereket azért készítik fel arra, hogy egy esetleges katonai eszkaláció során legyenek képesek magukat megvédeni, hogy ez mire elég, az persze nagy kérdés.
Ezek voltak a mai hírek, én köszönöm mindenkinek a figyelmet. Most 20 óra 15 perc van, amikor a mai felvétel rögzítésének a végére értem. Putyin egyelőre még nem kezdte meg a beszédét, de természetesen, ha fontos fejlemények vannak, akkor azon részleteivel fogunk jönni, illetve holnap majd szakértőkkel is mindenképp meg fogjuk beszélni a mostani döntéseknek a következményeit, hátterét, stb. Stb. Tartsanak velünk a következő napokban, és mindenkinek szép napot kívánok, viszont hallásra!